Cserkeszőlő volt a bajnokság következő ellenfeje hazai pályán, Török-Szent Miklós. Hát egy sima győzelmet arattunk, azt gondolom, a mai napon. Hát igen, eredményből is úgy tűnik, igen, és azt is gondolom, hogy hogy a mérkőzést azért a mi akaratunk szerint zajlott, illetve kontrollat tartottuk a meccset. Jöttek is a gólok, bár van azért némi hiányérzetem, mert szerettünk volna még több energiával játszani, illetve ott a kapu előtt is egy pár határozatlanság, illetve pár begyarkorolt mozgást nem tettünk bele, amennyit szerettünk volna, de igazából azért panaszra nincs sok, hiszen azért magabiztosan nyertünk. Az első negyed óra végén már vezettünk 1-0 Ladányi góljával, majd már az első fél időben ugye Luca találatával 2-re emelkedett az előnyünk. Igen, úgy érzem, hogy tehát amit az előbb is említettem, hogy én azt gondolom, hogy nem forgott veszélyben a győzelmünk. Itt szerintem csak a különbsége volt kérdés, és nem azért mondom, hogy nyilván, mert lenézem az ellenfelet, mert abszolút nem azért nyilatkozom ezt, de hát én is azt éreztem, hogy vártuk azért, hogy jön rá a harmadik is, és akkor még simább lesz a meccs. Hát azt gondolom, hogy jött is, és végül is az a negyedik, ötödik is azt gondolom, hogy megérdemelt volt. Ráadásul, bár az ötödik gól egy pontrugás után, de mégis akciógólnak számít. Azt gondolom, hogy egy kreatív támadás végén született. Hát igen, Gusztafik Peti szépen belöbböltött a védék mögé a labdát, és Onoferi pedig szépen befejezte. Hát igen, azt szerettük volna, még amit az előbb is említettem, hogy még több olyan begyakorolt figurát hajtsuk végre, mivel tudtuk, hogy az ellenfél azért védekezésre fog berendezkedni. Hát sokszor ugye volt, hogy 10-11 ember is védekeztek, tehát azért nem olyan egyszerű ezt feltörni, mint ahogy kívülről esetleg úgy tűnik. De hát azért hazai pályán, hogyha tudunk 5-0-ra nyerni, én azt gondolom, hogy nagyon sok panaszkodásra nem lehet okom. A védelem ma nem hibázott, de igazából nem is lett különösebben megdolgoztatva. Hát szerettük is volna azt, hogy nullára le tudjuk hátulhozni a meccset, mert azért az elmúlt három mérkőzés nem ez sikerült az elmúlt három mérkőzésen. Tehát ez kimondottan cél is volt, hogy hátul maradjon meg a stabilitás, és elő pedig helyezzük őket nyomásra is, és azokból legyenek helyzetek, illetve gólok. De azt gondolom, hogy sikerült. Hasonló lesz az elképzelés a jövő héten Rákóczi falván is? Hát az is egy másik mérkőzés lesz, ugye teljes, tehát idegenben leszünk. Rákóczi jó kezdte a bajnokságot, bár az utóbbi hetekben egy kicsit botladozott. Hát mindenképpen nehéz mérkőzés elé nézünk, majd tisztességesen felkészülünk, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Köszönöm szépen, és gratulálok, hasonló folytatást. Köszönjük szépen.